A múltkori prédikációmnak azt a címet adtam, hogy kezdjük újra, és ez a szerelemre, szerelemre utalt, hogy az a szerelem, ami elveszett, ami a legszebb szerelem volt az Isten és az ember között, az tönkretette a hűtlenség, tönkretette egy gonosz szellem. És Jézus Krisztus ennek ellenére úgy szerette ezt a tönkrement világot, hogy eljött, és csecsemőként megszületett, kitette magát Herodesnek, hogy megölje. És a végén meg is ölték, de valóban ahogy énekeltük az énekbe, hogy a halál lánca megkötni őt nem tudta. A pokolnak az ereje nem tudta őt fogva tartani. Egy ember került a pokolba, akiben nem volt bűn, de miközben az össze, összes bűn vitte oda be, az összes bűnt széttörte. Széttörte a bűnnek és a halálnak a láncát, széttörte. A pokolnak az erejét és a démonokat láncra fűzte, és az egész seregletet bátran, diadalmenetbe vitte végig. Felment az atyához, és bemutatta a győzelmét. És utána lejött, és 40 napig velünk volt. És 40 napon keresztül nem azzal foglalkozott, hogy milyen törvényeket töltsünk be, és milyen szabályokat tartsunk be, hanem 40 napig azzal foglalkozott, hogy higgyünk az ember fiába. Higgyük el, hogy Isten szereti az embert, és hogy nem kárhoztatja. És amikor visszament a mennybe, emberfiaként ment oda, ahol az atya jobbra ült, és ott esedezik érted, és én értem, mert nagyon-nagyon-nagyon fontosak vagyunk számára. Egyetlen ember, egyetlen ember, nagyon fontos számára. Valóban a 99-et ott hagyja, elmegy azért az egyért. Valóban, valóban ő hiányérzetet ér ez a szerelmébe, amikor hiányzik belőle egy ember is. Ezért nem gondolhatod magadról, hogy értéktelen vagy, vagy Isten számára elfelejtett, vagy közömbös, mert Isten nagyon szeret téged. Ezért én úgy szeretnélek köszönteni benneteket, hogy Istennek szent és választott népe megigazultak, megváltottak gyönyörűséges szerelmei. Isten áldása legyen rajtatok. És szeretném ezt a történetet egy kicsit folytatni, és az az igazság, hogy nagyon megrendítő az Istennek a szeretete, és nagyon megrendítő az, hogy ő bizony nem tett semmi, nem csak, hogy gonosz nem tett, gondoljatok bele, semmi erőszakosságot nem tett. Semmit. Nem vágott pofon senkit. Nem pereskedett senkivel, nem börtözött be senkit. Nem kényszerített senkit, nem hozott le angyalokat, hogy egy ilyen nagy demonstrációt csináljon, hogy ő az Isten fia, és mit képzeltek ti? Egy egyszerű, egy egyszerű srác maradt. Aki az Isten fia volt közben, és ez az egyszerű srác bemutatta az Isten országát olyan szépen, hogy egyszerűen döbbenetes. Megmondom nektek őszintén, hogy a váltó átváltása már régóta történik, de nehezebb, mint gondoltuk volna. Már Péteréknél is euh, nehéz volt az átváltás, mert mindig a törvényhez akartak visszamenni. Mindig a vallásossághoz akartak visszamenni. Úgy, ahogy Izrael mindig a pusztába azon gondolkodott, hogy milyen jó volt nekik a vallásosságban, milyen jó volt a, a fáraónál. És... Euh, ez a váltás nagyon nehezen sikerül. Valahogy a zsigereinkben van benne a törvény, és nem csak a mózesi törvény, hanem maga a jó és a gonosz tudásának a fájának a hatása. A jó és a gonosz tudásának a fája az nem egy, bocsánat, nem egy ördögtől való dolog volt, Istentől való dolog volt az is. Csak Isten azt mondta, hogy ne egyél róla. Isten azt mondta, hogy nem jött el az idő, hogy ebbe belekerüljél most, mert meg akarlak tanítani valamire, hogy te majd rágyere, hogy mi a jó és a rossz. Belülről, a szívedből, az én szerelmem által akarom ezt bebizonyítani. Vagy leleplezni, vagy elvezetni erre. De amikor az ördög, az ördögön, a vádláson, a kárhoztatáson és a halálon keresztül jött be a jó és a rossz tudása, az tönkretette az emberiséget és vallásossá tette. Ma az emberiség vallásos lett, távol az Istennek az életétől, az Istennek a, a szabadságától. És attól a szerelemtől, amire az Isten tervezett bennünket, attól nagyon messze kerültünk. Én magam is észreveszem magamba a vallásosságnak a gyökereit és a, a törvénynek a, a, a menetrendjét. Nagyon nehezen hagyom el a kárhoztatás szolgálatát, nagyon nehezen lépek bele. De azt is megmondom, hogy óriási hatása van ennek. Elképzelhetetlen nagy bomba ez. Tehát nem csak a, a Józsi, aki most visszajött az úrhoz, é, éreztem meg, mert beszélgettünk, hogy hát azt mondja, amióta nem voltam, nagyot váltottatok. De azt mondja, ez nem, nem rossz. De értsétek meg, hogy ez nem csak, hogy nem rossz, hanem valami olyan elementálisan más, hogy, hogy ez a világ szellemével teljesen ellentétes. Ez teljes. A vallás az nem ellentétes a világ szellemével. A vallás az tetszik a világnak. Tetszik a világnak. Az rendben van. Emlékszem, amikor engem először a rendőrök kihallgattak, akkor mondták, hogy menjen Kubinyi úr maga templomba, elvtárs, Kubinyi elvtárs. Úr utána lettem. Na, Kubinyi elvtárs, menjen maga a templomba, az nem baj. De az, hogy összejönnek, gitároznak, embereket térítenek, az baj. Maga az erdészetnél ne a katona Józsi térítse meg. A Józsi is ott ért meg az első hullámba, hanem maradjon szépen, menjen misére, semmi probléma, mintha mi se történt volna. De úgy egyébként, meg probléma. És most, amikor az utolsó időben vagyunk, és az utolsó üzenetekhez kapcsolódunk, akkor nagyon, nagyon, nagyon érdekes dolog, hogy az Isten támasz profétákat, akik olyanok, mint Mózes, akinek megjelenik az Úr, és kijelenti a, a helyreállításnak a beszédeit. Ilyen volt, ugye az először, amikor elolvastam a philippians aztán ilyen volt a, a Joseph Prince, akitől most is olvasok, meg tanulok, és látom, hogy óriási hatással van, és Rengeteg fiatal tér meg a tanításai alapján, rengeteg elképzelhetetlen. Tehát a fiatalok érzik a kegyelemnek a húzását, a fiatalok írtoznak a vallásosságtól, mert, mert, mert látják, hogy, hogy élettelenséget hoz, és, és örömtelenséget és kényszereket. És ilyen volt a Wumek is, és egyre többen. Egyre többen az egész világban, és itt Magyarországon ilyenek vagyunk mi. Ez a gyülekezet. Ide Isten valahogy kijelentette ezt az igét. Először a nagyferjék, a Kovács Karcsi, a Réfi Csabi kezdték el prédikálni. Én nekem a szívembe volt mindig is, kezdet óta mindig a tékozló fiú volt a alapigém, és mindig elsírtam magam, mindig megérintettem. De a tematikát nem értettem. A tematikát nem értettem, hogy mi, mi történik velem. Mindig amikor a kegyelemről beszéltem, akkor mindig megérintette az Isten, de nem értettem, hogy miért. És most már tudom, mert ez az egyetlen út, amiben az Új Szövetségbe járatni akar bennünket az Isten. És azt is megmondom nektek, hogy, hogy nehezen törik át. Nehezen törik át. És a gyakorlati életbe törik át legnehezebben. Mert a gyakorlati életben, a gondolkozásunkban, a beszédünkben, Vagyunk legjobban megfertőzve. Tehát uh, igazából, igazából nem, nem is az a lényeg most, hogy, hogy az ember mit prédikál, vagy, vagy hogy most jó az alkalom, vagy nem jó az alkalom, hanem a lényeg az, hogy te hogy élsz. A lényeg az, hogy te hogy gondolkozol, hogy beszélsz, hogy gondolkozol magadról, másokról, az egész, az Istenről, mert, mert uh, igazából. Uh, nem az üdvözít téged, hogy valahova tartozol. Természetesen Isten akarja, hogy gyülekezetbe gyere, és Isten meg akar áldani téged. Sőt, én magam is nem tudok prédikálni úgy otthon, hogyha egy, én már beszéltem itt csak így ilyen stúdióba. Hát én nem tudok stúdióba úgy beszélni, mint itt nálatok, amikor érzékelem a szívetekbe lévő szomjúságot, és a Szent Szellem általam betölti a te szívedet, és megelégít téged. Nem tudok nélküled, nem, nem lehet egymás nélkül. Együtt éljük át az Istennek a, 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 csodálatos felemelését, és én megmondom, nagyon nehéz időszakokon mentem át, de én meghaltam volna, hogyha nincs a gyülekezet. Én tönkrementem volna, és nem véletlenül a Józsi is, amit mondott, az nagyon megrázó, mert, ugye először a gyülekezetből kapcsolja ki az embereket, mert természetesen a gyülekezetben vannak bajok, meg problémák, meg egy csomó minden, amit rossz emberek vagyunk. De mégis, mégis Isten valamilyen módon a gyülekezetben megtart téged. Valahogy ott az ige elhangzik. Valahogy egyszerűen kapsz egy érintést, és Isten akarja, hogy a te életed nem maradjon benne abba, a rossz dolgaidba, amiben esetleg még küzdködsz, hanem akar megállni, akar kimozdítani. És a gyülekezet ez a hely, ahol az Isten dicsősége megjelenik. Megjelenik a szobádba is, amikor imádkozol. De én azt tudom, hogy ezek összefüggő dolgok. Az imádkozás, a Bibliolvasás és a gyülekezet, mert ezek egymásba fonódnak össze. És én például nagyon fontosnak tartottam az életemben, hogy a gyülekezethez ragaszkodjam, mert tudtam, hogy akkor valahogy Jézushoz is jobban tudok ragaszkodni. Ha aki testvéremet látom, azt szeretem, és az ragaszkodom, akkor tudtam, hogy Jézushoz is szeretettel tudok lenni, és ragaszkodással. Ö, olvastam mostanában egy-két igét, pont a Joseph prince is, de ezek is megihlettek, és szeretnék egy kicsit tovább menni, nem csak tovább menni, hanem egy kicsit még bel beljebb menni azokba az igazságokba, amikbe a Szent Szellem vezetett bennünket. A János leveléből olvasnék, de előtte meg a római levélből. A római levél, ugye ezt az igét, már Róma 5-öt már re, re, rengetegszer olvasunk, de most figyelj, lassan olvasom, nagyon fontos, hogy nagyon érdekes prédikáció volt most Győrbe, a szálóban, ott a katolikus testvéreink befogadtak bennünket, és jönnek Pannonhalmáról is, meg mindenhol, mert nem azzal foglalkozunk, hogy ki hova jár, hanem azzal, hogy Jézus közénk jár, és az egy jó állapot. És egy olyan prédikáció volt, hogy elkezdtem prédikálni, és akkor hozzászóltak. És akkor mindig hozzászóltak, de jól szóltak hozzá. Tehát jó volt, inspiráló volt a, az egész hozzászólás, és 10-15-en is hozzászóltak, és egy ilyen érdekes prédikáció alakult ki, hogy a Szent Szellem vezette az üzenetet, szinte bizonyságtételek is voltak közben, és együtt voltunk, és a Szent Szellem kibontotta az egészet. Úgyhogy én veletek is valahogy úgy szeretnék lenni, hogy gondold át, amit mondok, és még esetleg, hogyha van hozzászólni valod, akkor gyere ki, aztán mondjad, Mondjuk itt azért mindenki ne jöjjön ki, de... Azt mondja a római levél. Bogár mondja, majd meg ki jöhet ki. Megigazulván azért, tehát mindjárt a Róma 5.1. Megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Tehát megigazultak vagyunk, ezt hitáltal elfogadtuk, és ezért békességünk van. Ezt folytatom, és most egész messzire fogok elmenni. Remélem eljutok a házasságig is. Hát nem biztos. Nagyon messze van, de nem biztos. Az 5.17. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál egyáltal, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által, akik, a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Itt az igazság ajándéka mindenképpen a megigazulás szó van. Sajnos most a bibliai programom nincs meg, mert be van a mamutba, úgyhogy a drongpetit kell mindig felhívnom, hogy most mit jelent ez a szó. De itt megigazultság van, és a megigazultság az, amit mondtam már nektek múltkor, hogy a Korneliusnál a Szent Szellem leszállt úgy, ahogy a Frigyládán jelen volt a Szent Szellem, és oda nem mehetett be tisztátalan, a pap is megtisztulva mehetett oda be. Kornélius tisztának látja a Szent Szellem, és ezért betölti, és nyelveken szól. Tehát megigazultunk, igaznak lát bennünket az Isten, egyszerűen ő miatta. Jó? Alap, alaptételek, akkor menjünk tovább. János 1 János 3.10. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei, aki igazságot, és itt az igazság megint rosszul van fordítva, megigazultságot cselekszi. Megigazultságot cselekszi, az egy sem, vagy aki, vagy aki Igaz, megigazultságot nem cselekszik, az egy sem Istentől való. És az sem, aki nem szereti az ő atya fiát, mert az az üzenet, amely kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást, és itt agapé szeretet van, isteni szeretet. Tehát itt már nem csak az van, hogy megigazultunk, hogy igazak vagyunk, hogy igaznak lát bennünket az Isten, hanem azt mondja, hogy az igazságot, a megigazultságot nem cselekszi. Na most figyeljetek ide, mit? Hogyan? Most megkérdezem tőletek, hogy lehet a megigazultságot szerintetek cselekedni? Van ötletetek? Na? Mit? Szeretetbe jársz, jó? Valakinek más mondja, mondjatok, beszéljünk, beszéljünk egy kicsit. Mi az, hogy megigazultságot cselekedni? Hídben belső, de ezek olyan szép szavak. De mit csinálsz az asszonyjal, ha a rántást? Fejére, Fejére öntöd a fejedete. <laughs> <laughs> mit jelent gyakorlatilag megigazultságot cselekedni? Hát, jó cselekedni, ne arra gudjál már, azt a szerzetesek csinálják. <laughs> mit mondasz, Ferikém? Nagyon jó. Na, no, prédikálja Ferenc. Ferenc, végre megjött a hangod, beszélj. Nem beszélek. Beszélsz. Tehát nem, a, nem az az igaz, amit látsz, hanem nem az az igaz, amit Isten mond arról az emberről, hogy ő igaz, szent és tökéletes. Még akkor is, ha épp azt látod, hogy tökrészek, vagy épp azt látod, hogy bár bármi rosszat csinál, és mindaddig, mert ez a szabadulásnak az útja, mert egy ember csak akkor tud megszabadulni, hogyha szennek és tökéletesnek látod, és hogyha ezt ebbe kitartasz, akkor meglátod, hogy megszabadul az az ember attól a bűntől, ha meg ráhúzod a törvénynek a járvát, akkor egyre rosszabb állapotba kerül. Na, hogy Feri beszél, akkor is megszabadulunk. Hát figyelj, az úr úgyse úgy hiába ülsz hátra. Az úr nem fog hagyni téged. Na, de ezt most hagyjuk. Figyelj, a megigazultság cselek, azt mondja az az. A, mert még egyszer. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördöggyermekei, akik megigazultságot cselekszik, és ugye a szeretetbe jár. A megigazultság cselekedete az az első cselekedet, az a beszéd. Az első cselekedet az ember életébe a beszéd. Mit mondasz? Mit mondasz magadról? Van egy nagyon jó barátom, ilyen, ilyen Facebook barátaim vannak, ilyen fe, Facebook barát. És hát ez egy nagyon szerencsétlen ember. Hát sok szerencsétlen ember van, de ez az. Csak indított a szentszeren, megtudtam a telefonszámát, fölhívtam, miközben Györből jöttem, jöttem éjszaka, az alkalom után, és teljesen megérintett a Szent hogy beszéljek ennek az embernek. És elkezdtem, fölhívtam, megtudtam a számát, innét onnan, amonnan, és megtudtam egy perc alatt. És képzeljétek el, hogy ahogy elkezdtem neki beszélni, ellenállt, pedig nyomorult, ellenállt. De karcsikám így, de karcsikám úgy. De mondom, figyelj ide, én olyan ideges leszek, ne karcsikámoz nekem. Nem érted, hogy azért vagy szarba, mert úgy gondolkozol magadról, úgy beszélsz magadról, úgy, úgy engeded a dolgokat, teljesen tönkreteszik az életedet. Nem érted? Most az Isten fölhívott téged telefonon, te meg mindig még magyar okos vagy. Nem érdekel, hogy igazad van. Az Isten igazsága nem az, amit te látsz. Az Isten igazsága az, amit kijelentett felőled, hogy te igenis meglettél váltva, és igenis a nyomorúságodból ki fogsz jönni, és igenis akkor fogsz kijönni a nyomorúságodból, amikor nem így kezdesz gondolkodni magadról. Mert ha így kezdesz gondolkodni magadról, akkor nem a megigazultságba jársz, akkor nem a megigazultságot cselekszed, hanem cselekszed a, a kis pitiáner érzéseidet. Persze mindenki rosszul érzi magát, amikor rossz dolgokban van benne. mindenkinek nehéz dolgai vannak, és, és persze amikor euh, még, még a vagyonodat elrablását is azt mondja, örömmel vettétek, mondja pálapostól. Hát hogy lehet ez? Azért, mert a gondolkozásuk olyan mértékben a mennyre nézett, hogy nem tudta őket padlóra küldeni a, 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 az a állapot, amiben belekerültek. Igen, nem könnyű. Nem könnyű, nem könnyű megigazultságba a láthatatlanra nézve járni, beszélni és gondolkozni. Nem könnyű. Mert az ember nézi, és az ördög gondoskodik róla, hogy nézed a szerencsétlen állapotodat. Ez a legborzasztóbb harc, amit el tudsz képzelni, a te szerencsétlen állapotod rosszabb, mint a szomszéd. Ez így van. Annál rosszabb, igen. Annál rosszabb. Mert amikor magadat látod szerencsétlennek, amikor azt mondod, hogy mindenkinek sikerül, csak nekem nem. Amikor azt látod, hogy nem jön össze, amikor fejed fölött vannak a tartozások, a különböző szorongattatások és egy csomó minden, amikor látod a pusztába azt a lehetetlen állapotot, akkor vissza akarsz menni Egyiptomba a látszat biztonságba, ahol igaz, téglát kell raknod, ahol igaz, nyomorúságba kell élned, de mégis azért, azért valami kis biztonság van. De a megigazultság az arról szól, hogy nem erre nézel, nem a körülményeidre nézel, hanem kiszállsz a körülményeidről, és elkezdesz arról beszélni, amit Isten mond rólad. És Isten azt mondja rólad, hogy te rendben, rak, rendben lettél téve, mint amit a Csabi is most olvas, rendben lettél téve, meglettél váltva, fellettél lettél ültvetve a Krisztusban. És megmondom nektek őszintén, hogy ez egy nem akármilyen harc, és egy kicsit menjünk tovább, csak azért, mert meg akarom mutatni nektek, hogy, hogy azért, azért a, 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 ennek nagyon nagy mélységei vannak. Nagyon nagy mélységei vannak. Folytatja, tehát erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei, kik a megigazultságot nem cselekszik, az egy sem Istentől való. És az sem, aki nem szereti az ő atya fiát. Mert az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. És most a szeretetről, a múlt alkalomról beszéltem az Istennek a szerelméről, és az Isten szerelmes leveléről, de most tovább megyek. Nem úgy, mint Káin, aki a gonosztó volt és meggyilkolta az ő testvérét. És miért gyilkolta meg azt? Mivel az ő cselekedetei gonoszok voltak, a testvérei pedig igazak. Ne csodálkozzatok, atyám fejé, ha gyűlött, igen. Na, tehát a megigazultság cselekedeteit elkezdi folytatni itt az igem, itt mond, hogy ne úgy legyünk, mint Káin. Na most megkérdezem tőletek, hogy Káin, Alisten, öreg, öreg bibliaolvasó vagy. Mit tett Káin? rosszat. Itt még mit tett rosszat? Miért voltak a cselekedetei rosszak Káinnak? Várját, gyilkolt? Nem gyilkolt, nem gyilkolt. Nem gyilkolt Káin. De bocsáss meg, persze, hogy gyilkolt, csak utána. Utána. Nem gyilkolt Káin. Mit? Ír így volt? Hát, jó. Zúgolódott. Igen, Figyel, fig, igen, figyeljetek ide, ugyanaz történik Káinnal, ami velünk történik. Ugyanaz történik. Zsinorban ugyanaz történik, már évezredek óta, ami ott történt. Meghalt az ember szelleme, tönkrement az ember és Istennel való kapcsolat, és Ádám és Éva megrendültek. Ez nem olyan megrendülés volt, hogy pici, hanem rengeteget sírtak, összetörte az életük, és átkozott lett a föld, És észrevették, hogy mesztelenek. Hát egyszerűen valami olyan szégyen jött be, a mesztelenség által a szégyen. Hát én nem tudom, hogy álmodtam már olyan, hogy mesztelen vagy. Ez borzasztó. hát jó, múltkor a Széchenyi fürdőbe alsogatjába mentem ki, és akkor vettem észre, amikor néztek, hogy ja, mondom, nincs rajtam fürdőgatja. Visszamentem. Visszamentem, de visszafelé már nagyon szégyeltem magam. Hát odafelé nem. Már... Érted, amíg nem jössz rá, hogy mesztelen vagy, semmi bajod. De ez így van. Ez így van. Én többször álmodtam olyant, hogy mesztelen vagyok, és egy ilyen, mit tudom én, iskolában vagyok, vagy, vagy prédikálok, vagy valami. De észrevették, hogy mesztelenek, és gyakorlatilag a szégyen a szégyen jött be az ember életébe, a bűntudat, a vádlás, a kárhoztatás, azt mondja, a szentek vádlója éjjel-nappal vádol bennünket. Elmondta, hogy mesztelenek vagyunk, elmondta, hogy eszetlenek vagyunk. És az a helyzet, hogy, hogy elmondta Ádám és Éva Káinnak és Ábelnek, hogy amikor az történt velünk, hogy, hogy szakítottunk a mi szerelmünkkel, Istennel, és összeházasodtunk a jó és a gonosz tudásával. És gyakorlatilag megtört ez a szerelem itt a földön, akkor Isten megölt állatot. Valószínű bárányt ölt meg. És ebbe a báránybőrbe felruházott bennünket, hogy ne legyen szégyen érzetünk. Állatbőrbe öltöztette föl az Isten, és ezt nagyon-nagyon jól tudták. Ábel nem magától áldozott Állatot. Nem, nem azért, mert e, e, bárányokat őrzött, hanem azért, mert tudta, hogy ez a fajta áldozat az, ami Isten bemutatott. Tudta jól, hogy ez a fajta gondolatmenet az, ami őt meg tudja e, szabadítani a szégyentől. Tudta jól. És ami, még mielőtt megölte volna Káin, Ábelt, Isten figyelmezteti. Azt mondja, hogy a bűn az ajtód előtt ö, van, de te uralkodjál rajta, te rossz irányba mentél. Nem, az a baj, hogy, hogy nem abba az irányba mész, amerre én elindítottam ezt a nemzetséget, hogy szükség lesz a bárányra, akit majd föláldozunk. Amikor az ajtófélfát megkenték a bárány vérével, azért szabadult meg, az az ember, aki a tyúkvérrel kente meg az ajtófélfát, megölte az első elsőszülöttet, ugyanúgy hiába tyúkvér volt az ajtófélfán. Mert nem tyúkvérrel kellett megkenni, hanem a bárányvérével, és nem, 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 lehetett, nem lehetett borjúvérével se. Értsétek meg, ez, ez nem azért, mert az Isten, Jézus vére az nem szórakozás, az, az, az egyszerűen kiöntött drága kenet. És amikor, amikor Káin igenis a maga választotta Isten tiszteletét akarta végezni, igenis Isten ellen volt, és gonoszak voltak ezáltal a cselekedetei, aminek csak a gyümölcse lett a, a gyilkosság. Igenis a na gonoszak a, a, az indítékai, mert az emberre alapozza. Arra alapozza, hogy legyél jó, hogy erkölcsös legyél, hogy tartsd be a parancsolatokat, arra alapozza. Minden vallásnak vannak hitvallásai ahol leszögezik, hogy mik, miket tartunk be, és mikhez tartjuk magunkat, és mik azok, máshogy be se jegyzik például az, az egyházat. Le kell írni, mi is átvettük a baptista hitvallást, hogy bejegyezzenek bennünket. Tehát valamit le kellett írni. Baptisták nem rosszak, jó gyerekek, lantos után szabadon. Na, tehát, figyeljetek ide, tehát egyszerűen, de Isten nem azt akarja, hogy a saját... Magad által választotta Isten tiszteletbe mennyi, És nem azt akarja, hogy azt csináld, amit helyesnek gondolsz vagy érzel. Hát lehet, hogy úgy érzed helyesnek, hogy te egy szemétdom vagy, de az Isten meg nem így gondolja helyesnek. És figyelj, ez egy nagyon nagy kérdés, hogy hajlandó-e vagy magadról jól gondolkozni. Vagy az érzéseidre támaszkodsz még mindig? Még mindig arról beszélsz, amit látsz és hallasz és tapasztalsz. Még mindig abban a magad választotta Isten tiszteletbe vagy, és lehet, hogy erkölcsösségbe is. De Isten nem erkölcsöt akar javítani, hanem Isten ki akarja cserélni a szívünket. És ezért máshogy gondolkodik. Máshogy gondolkodik. És Káin az átkozott földnek a terméséből hozott rohadt dínyét. Mert az rohadt volt. Már a gondolat volt rohadt. Ez így van. Hiába. Nem használt semmit. Mert nem volt benne a lényeg. Nem volt benne az isteni. Nem volt benne a megigazultság. Nem volt benne az, hogy a bárány által, aki elveszi a világ bűneit, leszek szabad ettől az elátkozott földtől. Nem volt benne ez a gondolat. És ezért. Gonoszak voltak az ő cselekedetei. És a vége az lett, hogy megölte a testvérét. És Isten még akkor se ölte meg Káint. De most ne ragadjunk le Káinnál, menjünk egy kicsit tovább. Ö, nagyon érdekes dolog, hogy ugye a kedvenc figuránk a Bibliában két ember, legalábbis nekem, az egyik, azt biztos tudjátok ki, nem a tékozló fiú, de az egyébként a Péter, Péter, Dávid is, igen, és a, ugye aki, a János, igen, a János. Na most szeretnék összehasonlító elemzést végezni Péter és János között. Nagyon fontos összehasonlító elemzést fogok végrehajtani, ugyanis a megigazultságba való járást akarja az Isten kibontani a szívünkbe. Hogy, úgy, úgy egy kicsit megértsük. Értsed meg, ha valamit, ha, ha ez a ragály elkap téged, tök mindegy, merre mész, gyújtani fogsz. Komolyan mondom gyújtani fogsz, mert annyira másképp fogsz gondolkodni, hogy, hogy egyszerűen az Isten meg fog jelenni általad. Sokszor gondolkodunk, hogy miért nem gyógyulnak a betegek, miért nem történnek ez, miért, 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 miért. Azért, mert nem járunk abba, amiben Isten akart járatni bennünket. Tököt meg dínyét áldozunk. És egyszerűen szerintetek mi volt a... Már úgy gondolkozunk egy kicsit János és Péter között a különbség mind a kettő férfi volt, tehát az nem különbség Alice. Tehát. De, melyik János, hát a... a tanítvány, szeretett tanítvány? Aztának, aztának. Egyik fiatal volt, de nem mondhat semmit a oda. A, a átsorsor azt hallgasson. Na egyet mondja. Igen, ez, ez a megoldás. Figyelj, ez a megoldás. És egy nagyon érdekes gondolat. Figyelj. Azt mondja, olvassuk egy kicsit igét, János 19.26. Jézus azért, mikor látja, hogy ott áll az ő anyja és az ő tanítványa, akit szeret, mondta az ő anyjának. De előtte is mondja, ötször mondja a Biblia, hogy. János, akit Jézus szeretett. Amikor, hogy kiárulja el, kiárulja el Jézus, tudjátok, és akkor a kebelén nyugodott János, Jézus kebelén, oda a fejét, és megkérdezték, hogy ő kérdezze meg, hogy ki az. Na most, Pétertől mit, mit kérdez Jézus? Azt mondja, hogy kinek tartják az ember fiát? Azt mondja, keresztény. És elmondja, hogy te vagy a élő Isten fia. És akkor nem sokára rá, azt mondja Jézus, hogy az ember fiának meg kell halni. És akkor azt mondja Péter, hogy hát az nem lehet. És akkor mondja, hogy távozz tőlem sátán, mert nem úgy gondolkozol, hogy Isten. És utána mond még valamit, egy nagyon súlyosat Péternek, Jézus. Még mielőtt a kakas megszólal Péter, te háromszor fogod letagadni, hogy ismersz engem. Péter, mit mond? Én nem tagadom. Ha mindenki, ha mindenki, értsed meg, ez egy belevaló gyerek volt ez a Péter. Ez tényleg nem egy olyan széllel bélelt, ott, ha megígérte, akkor úgy volt. Úgy volt. Te tudod, amikor hiába megígérsz valamit, te pontos szeretnél lenni, de van egy feleséged. Na most érted? Most vagy egy férjed. Vagy egy autód, ami nem megy. Vagy mondhatnánk tovább, te megígérsz valamit, és nem tudod betartani. Ez egy nagyon rossz érzés. De az, amikor azt ígéred meg valakinek, hogy szereted, és ezt nem betartani, ez a legsúlyosabb. Különösen azok után, hogy az Isten, figyelj, különösen azok után, hogy az Isten az Istent, te vagy az Isten, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, mondja Péter. Mondja Péter. Tehát az Istent letagadni, és az Istent nem szeretni, na, na, ez nem semmi dolog. De ez a dolog, ez mindegyikünkkel megtörténik, az Isten tagadás. Ugyanis amikor a saját erőnkön megyünk, és építkezünk, és a saját jó cselekedeteinkbe járunk, a vége az Isten talagadás és a elfáradás és a teljes ö, mélypont. És itt van ez a János, akire, aki nem fogadkozik, nem ígéri meg, nem nagy hangú, már ilyen szempontból, nem, nem adja bele apait, anyait, hanem ez a János, ez valahogy máshonnan forrásozik. És ez a János, megmondom, abból forrásozik ebből az egyszerű mondatból, hogy akit Jézus szeretett. Hát szerette, Jézus szerette Pétert is, de Péter arra gondolt, hogy ő szereti Jézust. Ő, ha kell, meghal érte. Ő soha meg nem tagadja. De János nem ezen a ponton állt, hanem János azon a ponton állt, én vagyok az, akit ő szeret és ebből forrásozom. És nézzétek meg, mi történik. Ott van a Gecemáni kertbe, ott van a főpap kertjébe, maga a Pétert is ő viszi oda be. Ott van a kereszt alatt. A kereszt alatt már nincs ott senki más, csak János, akit Jézus szeretett. És rábízza az anyját Jézus. És Jézus még azzal is foglalkozik, hogy amikor ott azt mondja, ő nem fog meghalni, és akkor ott nem tudjuk ezt a pontosan ezt a kijelentést, amíg vissza nem térek, vagy nem is tudom, mit mondott. De Péter azt mondja, hát ő vele mi lesz, és, a, má, má, és akkor mondja a Jézus, hogy te ne törődj azzal, hogy Jánossal mi lesz. Ott, ott még volt egy rivalizálás is közöttük. Van egy feszültség az odaszánt, meg a szeretet között. Van egy feszültség. Figyelj ide, ki lehet vinni a kukát úgy, hogy megmutatod a fránya családodnak, hogy milyen tunya dögök. És ki lehet vinni úgy is a kukát, hogy az Isten szeretetéből, hogy megtapasztalja a családot, hogy Isten szereti őket. A kuka kivévésen keresztül. A kettő között nagy különbség van. Nagy különbség van. Ugyanis az egyik az erkölcsöt tanít, a másik pedig szeretetet hoz be. És ez ha látszódik, képzeld el, érződik. Pontosan lehet tudni, hogy te benned milyen indulat van. Pontosan lehet tudni. Pontosan lehet tudni, hogy az a jó cselekedet a mennyből van, vagy belőled. És amikor, amikor ezt látja az ember, és megérti, hogy, hogy János az gyakorlatilag ebből forrásozik, hogy ő szeretve van, és erre néz, hogy Isten őt szereti, ezáltal alkalmassá lesz arra, hogy ne legyen áruló, alkalmassá lesz arra, hogy szeretetben tudjon maradni, alkalmas lesz arra, hogy a megigazultságba tudjon járni. János evangélium 17, a ked ugye a, 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 a... Ja, Istenem, a főpapi ima. A 17.24-től. Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek. Hogy megláthassák az én dicsőségemet, mert nékem adtál, mert szerettél engem a világ alapjának felvettetése előtt. Most itt egy picit megállunk, azt majd olvasom, tehát Jézus, amikor imádkozik az atyához, arról emlékezik meg, hogy ő egy szeretett lény. A világ felvettetése előtt már szeretett volt. Amikor te imádkozol, emlékezzél meg arról, hogy még mielőtt anyád méhében megfogantál, Isten már akkor szeretett téged. Igen, nem érdekel, hogy az ördög mit csinált veled. Nem érdekel, hogy milyen bűnökbe kerültél bele, milyen, milyen mélyre kerültél. Engem az érdekel, hogy mi az igazság. És az igazság az, hogy ha apád és anyád elfeledkeznének is rólad, Isten nem feledkezik el rólad. A végsőkig nem adja fel. Soha, egyszer sem mondja azt, hogy menj a pokolba. Nem mondja azt, hogy menj el innét, mert nem, most már elfárasztottál. Nem mondja azt, hogy ezt már nem viselem el tőled. Az Isten szeret téged. Ez az evangélium. Ez az evangélium. Nem, nem törvényeket hozott, hanem a szeretetét hozta. A szeretetét hozta, a szerelmét hozta, hogy a szerelmét, akit elvesztett az édenkedve, visszaszeresse. És hiába paráználkozott a szerelme, hiába prostituálódott a szerelme, hiába ment el bármerre, ő visszahozza, visszafogadja, vissza szereti. Írja neki a levelet, hogy én még mindig téged szeretlek. Te szeretett ember, szeretett lény vagy. És ahogy Jézus szerette az Isten, úgy szeret téged az Isten Jézuson keresztül. Tehát azt mondja Jézus, hogy ahogy, ahogy engem szeret és dicső, a világ alapjának felvetetés előtt igazságos atyám, és a világ nem ismert meg téged, de én ismerlek téged, és ez, ezek a testvéreim megismerik, hogy te küldtél engem. És megismertettem ővelük a te nevedet. És megismertettem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amelyen engem szerettél, és én is ő bennük legyek, vagy más fordítás szerint éljek. Tehát Isten azt akarja, hogy az a szeretet, ami Jézust elhívta, és Jézust betöltötte, és a hang megszólalt a hegyen, hogy éme az én szerelmes fiam. Ébe, akiben gyönyörködöm. Mond ezzel erősíti meg az atya Jézust a küldetésébe. Ott volt Mózes és Illés, ott volt János és Péter és Jakab Jaka, talán. Igen, Jakab. Az elragadtatás hegyén is. Ez a szózat, íme az én szerelmes fiam, íme gyönyörködöm. Ez a szózat hozzád is szól, mert akkor Jézus testben volt, Ádám fia volt. És a szózat hozzád is szól, hogy íme az én szerelmes fiam, Bogár Péter, akiben én gyönyörködöm. És akkor te mondhatod, de hát nem... Nem vagyok olyan állapotban, Istenem, hogy te én bennem gyönyörködj. De a megigazultság arról szól, azért gyönyörködöm benned, mert igazzá tettelek téged Jézus Krisztusban. És amikor ezt te elfogadod, ez, ez, ez megváltoztatja az életedet. Öh, és akkor most a Kolosszai Levél, és csak egy picit menjünk bele a Kolosszai Levélnél. Na, nem ez a legfőbb levél er, er, ebbe a témában, mert sok mindenki foglalkozik ezzel. De egy kicsit, kicsit, kicsit bele, csak egy picit érjünk bele ebbe az egészbe, mert bocsánat, ezt itt most nem jelöltem be, de nem baj. Filippi Kolossz. Igen, ez olyan szép. Hú, de sokszor prédikáltuk nagyon rosszul. Házi rend. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, aki, amiképpen illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántuk keserű kedvűek. Na, tovább nem is olvasom, de azért még a ti gyerekek szót fogadjuk a ti szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úrnak. Na, ezzel az igével nyomorítottunk meg nagyon-nagyon-nagyon hosszú ideig nagyon sok testvérnőt, Na most arról nem beszélek, hogy van a nőknél a, a, az idők folyamán az elsárkányosodás folyamata. De, tehát nem erről beszélek, nem, nem, ez, nem ez az örömhírem, hogy most erről beszéljek, hanem... hanem, hanem sárkány röptetés, te bogár. Hanem azt mondja, azt mondja ez az ige, hogy engedelmesek legyetek, a férfiaknak pedig, hogy szeressetek. Most itt ebbe a kettő dologban van egy összefüggés, és én ezt szeretném megmutatni, és a megigazultságban való járásnak a gyakorlati megvalósítását szeretném egy kicsit bemutatni. Először is tisztázzuk azt, hogy Isten igéje nem testi embernek szól, hanem a szellemi embernek. Tehát ez nem igaz, hogy egy durva férfinak a hülyeségének engedelmeskedni kell a nőnek. Az nem igaz, hogy, hogy ebbe az egész dologba, hogy úgy legyen, ahogy a férfi mondja, és, és ez gyülekezetek így állnak föl, stb. 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 Ez egy testi dolog, ez egy testi vonal. A kereszténység testi vonalba áll föl ezen a területen. Mert Krisztusban nincs férfi és nő. A gyülekezetbe nem lehetséges az, hogy férfi uralom legyen. Nem. Hanem az Istennek az uralma kell, hogy legyen, és nézzétek meg, min alapul ez a rend. Ez a rend azon alapul, hogy az engedelmesség, ugye, mert az engedelmesség egyébként az engedelmesség a legnagyobb nyomorító, egyik legnagyobb nyomorító az egyházba. Nem csak a, az asszonyok, a férjeknek, hanem a pásztornak engedelmeskedjen a nyáj. Az engedelmesség, egy, dolog, egy dologból forrásozik a szeretetből. Tehát most nagyon érdekes dolog, az engedelmesség nem abból forrásozik, hogy te férfinak születtél, és ezért engedelmeskedjen az asszony neked. Nem, nem. Az engedelmesség abból forrásozik, hogy úgy szereted a feleségedet, ahogy Krisztus szerette az egyházat, ahogy odatta érte az életét, és az a fantasztikus, ö, ö, hogy is mondjam, a szeretet az hosszú tűrő, és kegyes, és stb. stb. az isteni szeretetről beszél. Amikor ez kezd megvalósulni, akkor ennek az asszony, vagy az egyház engedni tud. Miért? Mert ebben az egész dologban Krisztus jelenik meg, és az asszony Krisztusnak engedelmeskedik ezáltal. Nem egy emberi nemnek. Mert nem igaz, hogy a Biblia azt tanítja, hogy a férfi nemnek engedelmeskedjen a női nem. Te színházba járó, te? Ott bezzek. Ott kikapcsolód. Azt. Soha nem hívnak, de hívnak. Föntről hívtak mi. Tehát, amikor az ember a Krisztusban van, és ilyen szempontból természetesen van ö, Krisztusban hierarchia, az Atya nagyobb a fiúnál, így mondja Jézus. A fiú nagyobb, mint, mint mi vagyunk. És az Atyának engedelmeskedik a fiú. Na most az Atya és a fiú engedelmesség kapcsolatában értjük meg a házastársak engedelmességi kapcsolatát. Gyönyörködik az atya a fiúban, szerelmes az atya a fiúban, és az atya a fiút teljes lelkéből támogatja és szereti, és ebben a szerelembe és szeretetbe bontakozik ki az engedelmesség. A lelki pásztor, ha gyönyörködik az atyában, gyönyörködik a fiúban, és a szent szellem kiárad általa a gyülekezetre, a gyülekezet automatikusan engedelmeskedik a lelkipásztornak, mert nem a lelkipásztornak engedelmeskedik, hanem annak a szellemnek, aki alá van, akinek alávetette magát a lelkipásztor is. Ha a férfi nem veti alá magát a szent szellemnek, nem szabad neki engedelmeskedni ilyen módon és akkor egy nagy tragédia lesz a gyülekezetben ez az engedelmességige, ami teljesen szétroncsol emberi kapcsolatokat, és szétroncsol gyülekezetet is. Ugyanis az engedelmesség az Isten szelleme szerint va valósul meg. Tehát amikor ugye megigazultságban és isteni szeretetben járunk, arról is, mert ugye most visszatérek a János 3.5-re, arról is meg Isten gyermekeit, hogy akik megigazultságban járnak, és az Isteni szeretetbe járnak, hogy amikor az Isteni szeretetbe elkezdünk járni, az egy olyan egységet hoz létre, ami, ami megrendítő. Amikor Jézus Krisztus megmossa a tanítványok lábát, azt mondja, figyelj ide, a főnök létemre én olyan csinálok, amit a szolga csinál. Az Isten országában megfordítva vannak ezek a dolgok, az igazi nagy a szolgál az igazi férfi a szolgálja a családját és a feleségét. És teljes mértékben kinyitja a szívét. És teljes mértékben olyan szeretetet ad a feleségének, ami az Istentől jön, mert őtőle nem tud annyi jönni, amerre szükség van. És amikor, amikor ez, ez megtörténik, akkor megtörténik az a fajta engedelmesség is, ami már nem embernek való engedelmesség. És akkor megtörténik a jó értelembe vett, hogy is mondjam, hogy mindenki a helyére kerül. Mert a, a házasságban, ha nincs mindenki a helyén, akkor baj van. Mert a házasságban nem lehet az, hogy mindenki vezető, a házasságban nem lehet az, hogy mindenki egyenlő, nem, 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 nem. Itt egy, egy sorrend van. A férfi a nő a gyerekek. De ez a sorrend, ez fordítva van. A férfi a legnagyobb kell, hogy vigye a terhet, kell, hogy odaszállja magát, kell, hogy imádkozzon, kell, hogy igét olvason, kell, hogy betöltekezzen szent szellemmel, kell, hogy az úrtól élő kapcsolatban legyen, amitől beindul a felesége, és a felesége teljes mértékben tisztelni fogja, olyan mértékben, hogy engedni fog neki, mert az Úr miatt. Fordítva van. És mi, mikor nem így értelmeztük, akkor megsértettük az igét is, egymást is, és tökretettük, mert testileg értelmeztük, mert emberi indulattal gondolkoztunk az igéről. És vallásosok voltunk, amik azt gondoltuk, hogy ez egy parancs. De az új szövetségben nincsenek parancsok testvéreim. És az új szövetség nem arról szól, hogy egy újabb kőtábla ereszkedett le a mennyből, hanem az Új Szövetség elmondja az Új Teremtésnek a természetrajzát, amiben a férfi odaszánya, odaadja, belehal a szerelembe. És amiben a nő ebbe be, be, belekerül, és kiteljesedik, és önként történik meg az úgymond ö, engedelmessége. És igazából ebbe a gyönyörűségbe helyezi bele az embert az Isten. Ebbe a gyönyörűségbe képzelte el az Isten az emberrel való kapcsolatát is. Az emberrel való kapcsolata ugyanez, hogy az Isten annyira szeret bennünket, hogy meghalértünk. Hogy leköpték, hogy megtörték, hogy, hogy meggyalázták miattad. És lement egészen a pokolig, egészen a kárhozatig miattad. Annyira szeretett. Ez a férfi szerep, ez az Isten. Isten és mind az egyház, és ilyen szempontból a férfiak is nők. Bocsánat, hogy, mond, hogy ezt mondom, értsétek meg. buzik kiméljetek. Na. Tehát, tehát, ilyen szempontból a férfiak is nők, mert női szerepet kapnak a Krisztussal való kapcsolat, Példána, példájába, ahol, ahol az egyház, mint menyasszony jelenik meg, és ez egy nagyon, nem olyan, nem olyan egyértelmű ez, és nem, nem lehet észre fölfogni, de ez a szerelem, ez egy mélyebb csatorna. És igazából, amikor a házasságodat meg akarod újítani, amikor azt akarod, hogy jobb legyen a szex az életedbe, vagy bármi, bocsáss meg, mert nem technikákat kell tanulni. Nem, nem azt kell tanulni, hogy jaj, most akkor most elmegyünk egy pszichiáterhez, vagy nem. Nem. Az Istenhez kell közelebb kerülnöd. És amikor az Istenhez kerülsz közelebb, akkor megnyílik az egész dolog. Képzeld el? Ez a megigazultságba való járás. Amikor a, a mi, mi főpapunk Jézus Krisztus igaznak lát bennünket, előhívja az egyházat a szerelmével. Előhív tégedet, és nem lát rossznak, és nem kárhoztat, és nem bánt téged, és ezért változol meg. Én emlékszem, és ezt tudom, hogy ezt, sokszor mondtam ezt a példát, de azért még egyszer elmondom, ez egy jó kis példa. Tényleg ez az utolsó példa. De már hallottátok sokan, de a Katona Józsi nem hallotta, tehát azért az, ez egy fontos dolog, mert kimaradt vagy 30 évet. Mikor vácra jártunk a vendele szolgálni, akkor mindig kijött egy asszony, és mindig a férjére imádás. Férjére, férjér. Imádkozott. Húristen. Ha nem tudom, hányadszor jött ki a férjére imádkozni, akkor megfogtam a kezét, mondom, ide, én nem imádkozok a te férjedért, anyám. Mondok én neked valamit Isten most üzen, rajtam keresztül. És azt mondja, mondjad. De még szerencsé, hogy volt tekintélyem. Mert egyébként nem sok mindenki vette volna ezt komolyan, amit mondok. Mondom, mikor hazajön a férjed, ne akkor olvasd a Bibliát, ha lehet, és ne akkor hallgassd a kubinyi karcsit. Ezt úgy tedd félre. Rakjál be a hűtőbe két üveg sört. Mert állandóan szapult, hogy iszik, meg ilyen, meg olyan. Rakjál be a hűtőbe két üveg sört. Főzzél egy jó vacsorát. És utána olyan legyél vele az ágyban, mint még soha. Rám nézett? Micsoda? Mondom, olyan, mint még soha. Mondom, és imádkozza, hogy az Úr adjon neked képzelő erőt. Gyerekek nem telt bele fél év, megjelent a férfi. Megjelent a férfi, ma is a baptista gyülekezetben jár, nem mondom meg hova. De a, a táborba, amikor Velencén voltunk, direkt lejött, hogy én merítsem be. Miért? Mert elkezdtünk hinni benne. Elkezdtük szeretni. Elkezdtük felemelni. És nem megalázni. És nem... Érted már, meg, a veszekedésnek nincsen vége? Mindenkinek igaza van. Amikor megigazultságba járat bennünket az Isten, le kell tenned a saját igazságodat. Nem lehetséges. És a gyereknevelésben sem lehetséges a saját igazságodba járni. Csak egy igazságban lehet járni, hogy igaznak látod a gyerekedet. Mert Isten őt is megváltotta. És ez meg fogja őt változtatni. Képzeld el? Ez egy hatalmas dolog. Ámen.